sportosat. Híradónk vendége Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlöm én is a nézőket! Rég beszélgettünk, azóta ugye le is pörgött. De ugye mi nem felejtettétek el a budapesti birkózó világbajnokságot, mármint a tartalmára gondolok itt. Hát ez egy felejthetetlen világbajnokság volt, úgyhogy semmiképpen. Azért azóta, hál' Istennek, már nem látszik a tévén keresztül, de a ráncaim azért egy pár legalábbis eltűnt, hiszen azért ez egy óriási projekt volt megrendezni minden idők legnagyobb, legnépesebb, és hát utólag a legszínvonalasabb és a legjobb világbajnokságát is. Hiszen ne felejtsük el, hogy 114 országból 900 versenyző és közel 2000 akkreditált vendéget láttunk el itt 10 napon keresztül Budapesten. Nos, eltelt jó pár hét, aztán utána összeült a Magyar Birkózó Szövetség elnöksége, hogy aztán komolyan is megvitassátok a látottakat. Na most ott születtek számunkra, laikusok számára meglepő és nem meglepő döntések. A nem meglepő volt az, amin az, nem is, hogy a szabadfogásnál Gulyás István fölállt. Vagy elküldtétek, nem tudom, melyik a helyesebb verzió. Tehát, hogy ott egy új kapitány után fogtok nézni. Az eredmények után, meg figyelmében mennyi idegen is volt, ugye erősítette most a szabadfogásúakat, hazai rendezésű volt, úgy benne volt a pakliban. Vagy azért nem ilyen egyszerű volt a helyzet? Hát nem, egyrészt ugye Gulyás István kérte a szövetségi kapitányi posztról a felmentését, hiszen a szövetségi kapitánynak ma nem csak az a dolga, hogy a felnőtt válogatott irányítsa, hanem ugye a serdülőtől kadett junioron keresztül az egész szakágat átlássa, és hát ez az ő elmondása szerint sok volt neki, és, és másra szeretne koncentrálni. Figyelembe fogjuk venni az ő kvalitásait, igényeit is, és hát a következő napokban, hetekben születik meg majd a döntés arról, hogy milyen újszerű csapattal. Hány évtizedik volt a kapitány? Mert ugye most már nagyon sok évet lehúzott. Hát igen, jól számolom 19 vagy 20 évet, ami mögött rengeteg sikeres év volt, igen. Hiszen azért ezt ne felejtsük el, hogy ebben a 20 évben több mint 20 világversenyes érem született, olimpiai. Köztük így van, olimpiai érem világversenyes érmes, Európa-bajnoki érmek, 3 Európa-bajnoki cím is, tehát ez egy sikeres korszak volt. Úgy döntött, hogy ezt az egészet már nem tudja összefogni, úgyhogy ott a következő hetekben, napokban születik majd döntés, hogy milyen. Valóban ő döntött úgy, vagy súgtak neki jobb, hogyha te teszed fel a kezed, így sokkal elegánsabb? Tudom, ez egy kicsit övön aluli, de... Hát ha majd itt lesz és meghívod, akkor biztos elmondja, hogy ez mi van a háttérben. De akkor ezek szerint akkor meglepett benneteket? Mert ugye hát nem volt B-verzió, hogy ki, ugye mi mondta, hogy mi mindig nem dőlte, hogy ki lesz a szabadfogással kapitánya. Hát azért a VB eredményei talán ezt már előrevetítették. De lehet, hogy egy-két elnökségi tagot meglepett a dolog. Akkor mi nem lehet tudni, hogy akkor kik közül fogtok választani? Még nem, hiszen ez egy újszerű helyzet, és hát ugye itt most ünnepek is jönnek, de mindenképpen itt még karácsony előtt szeretnénk pontot tenni. Jó, tehát ő volt az, amin én nem lepődtem meg, amin viszont meglepődtem a Repka Attilán. Mi történt vele? Hát Attila saját kérésére döntött úgy, hogy ez, amit az elmúlt másfél évben, és hát itt ezúton is megköszönöm neki, és ezt személyesen is megtettem, és le a kalappal, amit ő itt a válogatott mellett véghez vitt. Ugye ő Miskolcon lakik, és hát egy felnőtt válogatotti edzői poszt az azt jelenti, hogy hetente több száz kilométer távol a családtól, 12 hónapból 10 hónapig mondjuk edzőtáborban, egyrészt külföldön, másrészt itt Magyarországon. És hát ez túlzott terhelés volt neki, és ő kérte, hogy ha lehet, akkor a jövőben valami olyan munkakörbe szeretne itt a szövetségen belül dolgozni, ami nem ekkora megterhelés neki. És találtak neki? Hát igen, úgy néz ki, hogy a kadett válogatott mellett fog dolgozni. Ott pedig azt hittem, ma ő fogja a leveleket majd kivinni. Hát azt azért nem, de a kadett válogatottól pedig Módos Péter, aki ott kezdte ígéretes edzői pályafutását, kvázi egy helycsere történt, és ő fog a Sikebandi mellett dolgozni. Péterben sokkal Módosban.
Ugye? Tehát... Igen, hát ő ugyanolyan elszánt edzőként, mint amilyen Szőnyegen volt tényleg a összes szakember, idősebbek szakemberek, akik látják az edzés munkáját, nagyon dicsérik. Akkor jó hallottam akkor, hogy... Igen, a jövő egyik nagy edzői. Tehát megéri, úgymond akkor most már, még jobban odafigyelés akkor komoly igen, feladatokat hát bízni rá. Egy edzői munka azért az egy külön tudomány, tehát ez nem úgy működik, hogy valaki abba adja a birkózást, leveszi a birkózó cipőt, majd két nap múlva jó edző igen. lesz, ez egy ugyanolyan szakma, amit meg kell tanulni. Persze azért, aki a világ élvonalába tartozott és évtizedekig látta azt, hogy mi a trend, mik a legújabb fogások, merre megy a birkózó világ, annak azért könnyebb belerázódni, de hát mégiscsak évek kellenek uh-huh. ahhoz, hogy az ember elmondhassa magáról, hogy most már igen. talán jó edző. Attila, ő marad Miskolcon is, nem mint edző, vagy... Igen, úgy tudom, hogy ott a helyi klubban is. Tehát az egyértelmű, és akkor plusz, hogy a szövetségnek is dolgozza akkor. A válogatott, ugye, hát ők azért még iskoláskorú versenyzők, ott a felkészülés kvázi kétszer három hét a adott akadett Európa és világbajnokságra, plusz ugye a világverseny, tehát nem akkora igénybevétel. Az elnökség hogy értékelt egyébként a világbajnoki szereplésünket? Mondjuk kezdjük akkor a lányokkal. Ugye a lányoknál volt egy bronzérem, a Barka Emese révén, illetve volt ötödik hely Sastin és német Zsanett révén. Igen, a lányokkal meg voltunk elégedve, hiszen én úgy gondolom, hogy ott a maximumot kihozta magából a csapat. Tegyük a szívünkre a kezünket, az induló lányok közül ez a három versenyző az, aki ott van a nem szűkebb nemzetközi élmezőnybe. És ha most ezt a három helyezést, ugye ebből, amiből egy éremlet lefordítanánk mondjuk kvalifikációra, ez rögtön három olimpiai kvótát jelentene a jövő évi kazahsztáni VB-n, hiszen mind a hárman olimpiai súlyba szerezték meg. Én azt gondolom, hogy Ritter Árpi ezt most azonnal aláírná, hogy Kazahsztánba három kvótával jönne haza. Hiszen ne felejtsük el, hogy Londonban két kvalifikáltunk volt, és előtte is volt olyan olimpia, ahol csak egy. Ugye Ritter Árpi, hogy nem régóta a Lányok Szövetség kapitánya, ugye volt egy kis változás, ugye korábban a Gulyás Pista vitte azt is. Hogy néz ki, mennyire szokta meg a nőkkel való munkát? Szerintem ez mennyire a két testhez álló feladat, és ugye felesége Diletta, aki szintén női edző, és a Barka Emes edzője is, hát ők szerintem otthon éjjel-nappal a birkozásról beszélnek, és azzal foglalkoznak, úgyhogy... Akkor papíron a Ritter Árpi, amúgy meg a felesége a kapitány, most nem, egy kis túlzással... Kiegészítik egymást, és tényleg ők a birkózásnak élnek, és az Árpi, ugye hát a női birkózás is szabadfogású, tehát az Árpinak ez nem egy nagy váltás, hiszen ugyanazokat a fogásokat kell oktatni. És az ő nyugodtsága, empatikus érzéke bejön a lányoknál, és hát úgy látom, hogy tényleg elfogadták a lányok is, és az eredmények azt mutatják, hogy ez egy jó döntés volt. Szabadfogásról beszéltük, de azt azért árul benne, hogy tulajdonképpen miért nem sikerült érmet szereznünk. Mert ha jól tudom, azért volt egy-két olyan versenyző, aki hajszányira volt. Hát közel álltunk, ugye 97 kilóban a bronzmeccsen, ugye ott egy 2-2-es döntetlen állással csak az utolsó akció Olejnik választott Pablo el az ukrán honosított versenyzőnket, igen, hogy érmet szerezzem. Mondanám, hogy talán azért nem, amiért az elmúlt három évben, hiszen már 17-ben Párizsban és 15-ben Las Vegasban, mint a 16-os olimpián sem szereztünk érmet szabadfogásba, tehát nem olyan kirívó az ez az eredmény. Sajnos tisztában kell lennünk azzal, hogy Magyarországon a szabadfogás az a kötött fogás mögött volt mindig, hiszen Magyarország tradicionálisan kötött fogású nemzet, a birkozók nagy része, 80-90%-a kötött fogás birkozik. Igen, de most nagyon bátran idegen légiósok felé nyúltatok. Hát a bátor szót azt azért nem idézőjelbe tenném, hiszen egyrészt ez egy érzékeny kérdés itt Magyarországon, sokan idegenkednek tőle. Ha most azt mondom, hogy ki áll bátrabban ehhez, azt mondom, hogy a románok, a lengyelek, a szlovákok, az olaszok, hát ők már lassan full idegen légiós sorral indulnak szabadfogásba. Na, az a bátor, mi most így belecsippentettünk ebbe, és hát vegyesek a tapasztalatok. Most hogy néz ki pontosan, hány ilyen honosított, vagy nem is tudom, mindegy, mondjuk szerződtetett, átnevelt. Kettő van, ugye az Olejnik, aki ugye azért nem felejtsük elő, Európa bajnok volt, és többszörös világbajnoki érmes,
és egy fiatal srác van az SMTK-ban, ő 6-7 éve már itt él, tehát őt nem nevezném honosított versenyzőnek, hiszen őt nem mi csábítottuk ide, hanem talán az edzője, korábbi edzője költözött Magyarországra, és jött vele. Ő itt élt, és már jól beszél magyarul, tehát ő nem a klasszikus honosítás, hogy veszünk egy két kész versenyzőt, mint ahogy sok ország csinálja, ő mondom, nagyon régóta itt él. Sorányi Pából, most hogy számoltok velem? Meddig marad itt? Meddig lesz honom? Hát bízunk benne, hogy az olimpiára kijut, hiszen ő azért a szűkken vett élmezőnyben ott van a 97 kilóba. Reméljük, hogy fölkészül a kvalifikációs VB-re, és ha nem sikerül, akkor a kvalifikációs versenyekre, és hát az olimpián. Reméljük, hogy... Ehhez kellene akkor egy jó edző, aki egy kicsit fel tudja tüzelni? Még hozzá tud segíteni azt, hogy még kijön belőle az a kicsi pusz, ami hiányzik, hogy valóban ott legyen az élet? Edzője megvan, hiszen a Mihály Haracsur, aki itt dolgozik Magyarországon, ő továbbra is az edzője, ő 30 éve ő neveli, tehát továbbra is ő fogja fölkészíteni. Tehát akkor nem a szövetség kapitány sem? Nem, hiszen ő nagyrészt Ukrajnába készül, úgyhogy ő ott fog készülni továbbra is, hiszen ebben a súlyban Magyarországon nincs olyan nemzetközi szintű versenyző, aki... Akkor nagyon nem is látjátok akkor is. Hát van az előfordulás táborokban, de hát ha azt nézzük, hogy a legjobb magyar szabadfogásúak is mennyit vannak Magyarországon, tehát ők szerintem többet. Akkor ez nem gond az, hogy végül is úgymond látókörön kívül van. Hát nincs látókörön kívül, hiszen a... Jó, de állandó napi jelenleg nem tudjátok, hogy mit csinál, hogy edz, mennyit edz, vagy... Hát neki is az a célja, hogy eredményt érjen el, hiszen minden birkozó azért készül, hogy minél jobb eredményt érjen el, hiszen a premierezállási rendszere is így van összeállítva. Hát az ő érdeke is, hogy készüljön, és hát, mint láttuk a világbajnokságon, tényleg egy hajszál választotta el, hogy ott álljon a dobogon. Tudjuk, a jövő évi világbajnokság az nagyon kegyetlen nehéz lesz, éppen ezért gondolkodtok még egy idegen légiós honosításra, egy külföldi, vagy befejeztétek? Nincs most senki. Napi most renden van. Igen? Ez most évvégén dől el, hiszen ez december 31-ig kell fixálni. Ugye ezek azért nem könnyű tárgyalások, hiszen azért kevés olyan ország van, aki szívesen engedi el ezt a kész versenyzőt, aki mondjuk világversenyen oda tud érni. Természetesen fiatalabbakat könnyebb, de ők meg elég zsákba macskák. És nektek most eredmény kellene? Olyan versenyzőket, akik mondjuk már a 20-as olimpián is esetleg potenciális éremesélyesek. Tehát egy ilyennel, vagy ilyenekkel tárgyaltok? Folynak, de hát nem egyszerű. Hogy elnéztem az arcod, akkor kicsi az esély, hogy... Hát egy pici talán van. Még egyszer hangsúlyozom, Magyarországon ez még szokni kell az embereknek, és hát óvatosan kezeljük ezt a témát. Kötött fogás, hát az hozta a szokott formáját. Ugyanis a csapat ugye második lett a pontversenyben is. Ennyire jók vagyunk kötöttben még mindig, vagy mi a titka? Hát hozta az a sor, aki most már évek lassan már azt mondom, ugye, hogy bácsi, ugye arany, ugye ezüst a Korpási, Bálint, Lőrinc, Tamás. Igen, és hát ugye, ott volt még akkor ugye Kis Balázs is, ugye ötödik helye. Igen, hát a párizsi három érem után, ami ugye egy ezüst, két bronz volt, az volt a célkitűzés, hogy körülbelül ez a realitás, ezt hozzuk, ez volt a minimum elvárás, és ha lehet, akkor fényesítsünk az érmek színén, és esetleg még tegyünk hozzá egy érmet. Egy elejében minden. Igen, az megtörtént, és hát Kis Balást is láttuk, hogy ő is a bronzmeccsen tényleg egy paraszthajsznányival kapott ki, hiszen ott szintén 4-4-jel egy döntetlenben. Az egy nagyon fájós butavereség. És hát amit a rendszer hibájára fogom, most nem a versenyzőkre, tehát döntetlennel kikapni, ez olyan furcsa. Hát a fociban nekünk nézzük, laikusoknak... és ott is ugye, amikor döntetlen van két meccs után. Jó, de egy világbajnoki tehát ne, ott... idegenbe lőtt góllal, itt az utolsó akcióval döntik el, hát sajnos ez most így jött ki, de tényleg az látszott, hogy Balázs isnak is csak millimétereken múlott, igen, és akkor 4 éremmel azt gondolom, hogy az minden várakozást felülmúlt volna. Mennyire öreg a csapatunk? Mert vannak olyan hírek, hogy ezek már hát bizony nem fiatalok, tehát ezért is meleg lesz a jövő évi világbajnokság, hol vannak a fiatalok, mit mondasz erre? Hát fiatalnak már tényleg nem lehet őket nevezni, hiszen a nagy részük 30 fölött van. Hát ugye látjuk, hogy és évről évre bebizonyítják, hogy lehet rájuk számítani, de tényleg életkorukból adódóan most már jobban oda kell figyelni arra, hogy terhelik őket, mennyi a pihenés és a terhelés aránya,
és ők már nagyon profi versenyzők, tehát ők már majd maguktól is be tudják lőni azt, hogy mennyi kell ahhoz, hogy még ott legyenek az élvonalba. Akkor még ezt a két évet is, még akkor még bírni fogják? Hát ugye az olimpiai súlyban, aki van, azok mindenképpen, és hát ugye már azban pár olimpiai súlyban, ahol már nem az a klasszikus 30 fölötti generáció szerepel, ott már látszanak azok, akik átvehetik a stafédapotot, és hát a nagy sztárjainkat is már nagyon-nagyon közelítik a fiatalok, hiszen 77-ben, 87-ben is vannak olyan tehetséges versenyzők, Lévai Zoli vagy Szilvás Érik, aki ugye igen, 87 kilóban most már komoly kalpokat gyűjtött, Lévai Zoli is most már vert meg EBVB érmeseket, tehát látszik, hogy felnőtt EBVB érmeseket, látszik, hogy ők most már közel vannak, és ez jót tesz a magyar birkózásnak, és hát a versenyzőknek is már, mint az idős versenyzőknek, hiszen arra ösztönző őket, hogy ott vannak mögöttük, és még többet kell tenni ahhoz, hogy ha ott akarnak maradni. Akár már jövőre is megtörténhet egy-két romfosztás, vagy még azért nem? Mert ugye hát jövőre is ugye elindul a válogató, stb., ahol... Hát hogy ne jósoljak, mert ez nem a jós... Igen, jó, de hogy látod őket? Hát ugye azért a fiatalok mindig nagyobb léptékkel fejlődnek, nem tudom, mikor fogják utolérni őket, de most már közel vannak, lehet, hogy jövőre, lehet, hogy utána, de hát ezért vannak a válogató versenyek, és kellő számú versenyre fogjuk őket vinni, hogy lássuk azt, hogy ki a jobb nemzetközileg. Tehát itt nem az fogja eldönteni, hogy egymás között igen. Amíg ismerik egymást, és 10 éve együtt edzenek, hogy egy-egyel éppen melyiket persze hozza ki a sors, vagy a utolsó akció, ugye, amit itt láttunk, hogy az azért sok mindenről nem dönt, de ha nemzetközileg azt látjuk, hogy ott vannak a közelükben, akkor akár már ez meg is történhet, és hát jövőre pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak Európa-bajnokság van tavasszal, hanem az Európa játékok, és ugye én már második alkalommal, tehát két komoly világverseny van, ahol az egyikben biztos, hogy merre a fiatalabb sort fogjuk kipróbálni. Beszéltünk arról, hogy edzőkről, ugye, hogy alakult a sorsuk, bácsiról mi nem beszéltünk, mert egyes hírek szerint most már edzősködik is, de még versenyző is. Ez veszélyes. Hát megint ezt őt kell majd, ha meghívod, akkor kérdezd meg, hogy mikor... Jó, de ti hogy látjátok? De én maikus vagyok, tehát én láthatom rosszul, de szakma ez hogy látja? Hát a Péter ugye egy tudatos versenyző, egy nagyon intelligens srác, aki tudatosan építi a versenyzés utáni karrierjét is. Ő tudja, hogy miből mennyi kell. Szerintem ez a világbajnoki cím, ez megkoronázta a pályafutását, ezt még most ki akarja élvezni, de nem akarja elvágni még teljesen végérvényesen a pályafutását, hiszen jövőre azért van EBVB, Európa játékok, és 82 kilóba előfordult az, hogy azt mondja, hogy annyira hiányzik neki a birkozás és a sikerek, hogy fölkészül az egyikre, mert nem akarjuk ezt tőle elvenni. Úgyhogy ott még ő se tett teljesen pontot a dolog végére. Akkor... Úgyhogy januárban úgy kezdi a felkészülést, hogy a Sike Bandi mellé beáll segítőnek. Edzést is elkezdi tartani, hiszen lehet, hogy az edzői pályafutás felé kocsingott már, de azért részt vesz az edzéseken is, és hát egy ilyen profi versenyzőnek tényleg elég pár hónap arra, hogyha kinéz egy világversenyt, akkor arra lelkiismeretesen fel tud készülni. Ha viszont teljesen szögre akassza a cipőt, akkor már nehéz eltenni. Szóval akkor a labda bácsinál van, és akkor ő, mikor úgy érzi, akkor szól. Tehát gondolom ő is tudja, hogy meg az a határidő, ameddig szólnia kell. Persze, hát a Bandival ők évtizedesen szimbiózisban élnek, ők ezt megbeszélik, és időben fognak szólni nekünk és a közvéleménynek is, és egymás között is megbeszélik, hogy mi az a esetleges verseny, amire ő még szeretne fölkészülni. Lőrinc Viktor. Hogy van, mi van vele? Hogy számoltok vele? Ő sem fiatal. Hát, de ő még 30 alatt van, és ő benne még mindenképpen ott van a bizonyítási vágy, hiszen benne még mindenképpen benne van a következő olimpia, és hát ha valaki, akkor mindenképpen ő az, aki mindent megtesz azért, hogy ott érmes legyen végre, a megérdemelt érmet át is vegye. Ő az, aki rengeteget dolgozik az utolsó... Most benne van egy dac is akkor, amiért... ...meg kell dőlni, és hát a dac is folyamatosan gyűlik, és hát reméljük, hogy átlépi majd azt a pontot a jövő évben, hogy nem csak tényleg ezeken a szoros szűk meccseken próbál majd győzelmet aratni, hanem nem ez fogja meghatározni,
a jelenlegi munkája, hogy kinyeri a meccset, hanem hozzá próbál még tenni valami pluszt. De hozzáteszem ebbe a súlyba, ebbe a 87 kilóban rengeteg egyforma képességű versenyző van, tehát ott 10-15 versenyző majd, hogy nem tényleg milliméterekre van egymástól. Hát akárhányszor rendezik a versenyt, annyiszor más az eredmény. Ő ott van az első 10-15-ben, de valamikor nagyon kijön neki, hiszen emlékezünk, tavaly Európa-bajnokságot nyert, azt a törököt verte meg, aki azóta meg két VB-t nyert, tehát tényleg ott olyan közel vannak egymáshoz, hogy reméljük, hogy jövőre kijön neki a lépés majd valamelyik világversenyen. Ugye nagyon sokáig ott voltál a bírók között is. Tényleg most milyen helyzet most? Mennyire törődsz, foglalkozol most beosztásodból kifolyólag a bírókkal? Mennyire felügyeled őket? Hát én belül mindig is egy picit bíró maradok, és ugye érdekel is, hogy merre haladnak a szabályok. Ismerem ugye a vezető bírók nagy részét, bár most egy nagy fiatalítás volt itt a Nemzetközi Szövetségben. Hozzáteszem, egy nagyon egészséges fiatalítás. És hát a VB, ha csak azt nézem, hogy és megkérdezik, hogy milyen volt a VB-n a bíráskodás, akkor egyszerű a válasz, egy darab botrány nem volt. Tényleg a szőnyegem azok győztek, akik jobbak voltak. Természetesen, amikor nagyon közeli az eredmény, itt két meccset említettünk, akkor persze lehet azt mondani, hogy talán, ha így lett volna, vagy ha úgy lett volna, de hát ugye, ha a haszonos sportban ezek ilyen játszik, szűk dolgok voltak. Igazán olyan kirívó, úgymond bírói hiba vagy túlkapás az egész VB-n nem volt, és az azt gondolom, hogy ez jó irány. Szabály jó lesz akkor, ami most van? Hát ami visszajelzéseket hallottam laikusoktól, nagyon sok laikus volt kint a világbajnokságon, hiszen azért ez egy nagy társadalmi esemény. Ezért is rendezték itt, hogy jöjjön neki ők. Hogy ne csak az a pár száz birkozó, aki egyébként is kötődik, és unalom, míg birkozás néz, kijöjjön, és örömmel mondhatom, hogy nem tudom, hogy voltál kint, de két napon keresztül teltházunk volt, és az összes többi napon 3-4 ezer ember volt a teremben. Tehát nagyon sok olyan ember volt, aki viszonylag kevésbé kötődik a birkozáshoz, úgy mondhatom, laikus volt, és mindenki azt mondta, hogy hát nem is gondolták volna, hogy a birkozás az ennyire látványos és élvezhető tud lenni. A szabadfogás az teljesen pörgős, ott tényleg az utolsó pillanatokban is változnak az eredmények, és hát a kötött fogás is a tavalyi eredményekhez képest és a tavalyi látványhoz képest fejlődött, hiszen visszahozták a lenti birkozást, és ott is élvezetes meccsek voltak, elég csak mondjuk azt mondani, hogy a nehéz súlyú döntő az 2-5 pontos akcióval dőlt el, hát én ilyen nem is emlékszem. A partner helyzet akkor az jó, az kell a kötött fogás. Mindenképpen kell, de úgy látom, hogy ez a fiatalabb generáció, mert abban nőtt fel, hogy állásból is akciózzon. Most már ők de marad akkor? De most nem lesz az, hogy megint, hogy kiveszik. Nem, most az olimpiáig most már ezek a szabályok lesznek. És ez a döntő napján is mérlegelni kell a legjobbaknak. Marad? Bevált? Marad, jó igen. Lesz? Hát ez tesztként volt, de úgy néz ki, hogy bevált. És mennyire írta át? Olyan most nagyon, még, most nagyon nem látszott, hogy átírta volna. Igen, hiszen most 10 súlycsoport volt, és ugye itt még, mivel nem olimpiai kvalifikációt, mindenki legközelebbi súlyt nézte ki magának, de azért én jövőre a kazak VB-n én várom azt, hogy itt nagyon sokkal, hiszen egy sportolónak mi az elsődleges célja, az, hogy az olimpiára kijusson, és hát ott szerintem lesznek nagy fogyások, és ez, hogy reggel kell mérni, szerintem ez aki azt tervezi, hogy 8-10 kilót fogy, hát az ott meg fog kvázi idézőjelben meghalni a szőnyege. Most ilyenek nem voltak, hiszen nem voltak nagy fogyások, és ez azt gondolom, hogy jó irány, hiszen nem egészséges az, hogy egy versenyző a pályafutása alatt 10-12 évig minden versenyre 8-10-12 kilót fogy, hát az minden csak nem egészség. Hát igen. Zárásként mi lesz még ebben a hátralévő kis pár hétben, ugye még elkezdik az alapozás, addig szövetség is elmegy egy kicsit pihenni? Hát igen, kicsit most megpihenünk, hiszen ezért a világbajnokság az egy nagy terhelés volt, tényleg ott rengeteget dolgoztak azért, hogy ilyen kifogástalan és jó VB-t hozzunk össze. Tehát akkor most, ha megnézzük az almanakot majd, akkor az lesz, hogy a number van a 2018-as budapesti birkózó világbajnokság volt? Hát most a világban mindenhol erről beszélnek, és hát örömhírként azt hiszem tegnap jelezték velém, hogy a Nemzetközi Újságíró Szövetségben az év sporteseményére a birkózó világbajnokságot is jelölték, reméljük, hogy ott leszünk az élmezőnybe, hiszen azt gondolom, minden. Na szóval akkor ezt fogjátok most kipihenni. Igen. És akkor mikor kezdődik akkor a válogatottnak a
munka? Hát a válogatott az rövidet karácsonyozik, és utána ugye nekiáll, vagy kotutfogásban folytatják az alapozást, többiek nekiállnak az alapozásnak, és hát ugye jönnek a versenyek, rangsorversenyek, kvalifikáció VB van, tehát nem mindegy, hogy a rangsorban is, és a kiemelésben is, hogy szerepelnek a versenyzők, majd ugye EB, Európa játékok, utánpótlás világversenyek, tehát nem fogunk unatkozni, és hát ugye, ha már ilyen jó belejöttünk a rendezésbe, ne felejtsük el, hogy jövőre, október végén pedig U23-as világbajnokságot rendezünk, ami szintén egy nagyon rangos esemény, hiszen a felnőtt alatti utolsó korosztály, ahol már idén is ugye megtekintettem Bukarestbe az idei U23-as világbajnokságot, rengeteg felnőtt Európa-bajnoki, világbajnoki érmes szerepelt, ott volt olyan női döntő, ahol a itteni döntő ismétlődött meg, a budapesti VB döntője, tehát az is egy nagyon színvonalas és komoly világesemény lesz, és arra készülünk fel majd októberre. Akkor most akkor jó pihenést! Köszönöm szépen! További sportosat!